Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon, és most mindenki készüljön fel, ugyanis az iskolának a legvagányabb arca visszatért, és itt van Mr. Robert, hogyha örültök ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ez már egyébként a negyedik napunk, szóval ha esetleg az előző hármat valaki nem látta volna, akkor mindenféleképpen pótolja be, csak nehogy itt jöjjek és pánk, leüssek valakit, bocsi, ez már kellett tiszteletből. Na de most az a küldetésünk, hogy bizony, aha, hogy közben ő elkezd minket üldözni, na de én már gördeszkára is pattanok, és itt sem vagyok, szóval az a küldetésünk, hogy kettő felnőttre bűzbombát kéne dobnunk, szóval akkor szerintem jöjjünk is először ide a boltba és vásároljunk be, ugyanis emlékeim szerint csupán egy darab bűzbombánk van, de fú, mi lesz itt? Fixen akkor úgy kell csinálni, hogy utána pedig majd nagyon is menekülni kell, ugyanis hogyha elkapnak minket, akkor az nagyon is probléma. Na de én már deszkára is pattanok, és akkor szépen robogjunk is vissza az iskolához. Ott van nekünk sárgával jelölve az összes felnőtt. Hát ahhoz képest amúgy jó sok felnőtt van ebben az iskolában. Na de kezdjük akkor mondjuk a konyhás bácsival, ugyanis hát hogyha ő nem fog minket annyira megverni. Itt is van már akkor nálam a bűzbomba, és telibe fejbe fogom vele találni. Bocsi bajnok! És Csóri még bele is könnyezik ráadásul. Még nekünk is borzalmas ez. De nézzétek meg, már nagyon is jön utánunk, de én már itt sem vagyok, hát persze, hogy nem vagyok itt. Szép lassan jön a vadász, és becserkészi a következő prédáját. Ráadásul az előbb kettő tanár is volt itt. Hát persze, hogy megvan ez is, de meneküljünk! Hát elkapnak minket! Léci, mondjátok azt, hogy nagyon is megvolt így a küldetésünk, de szerintem megvolt, szóval én gördeszkára is pattanok. És menjünk is akkor a rossz srácokhoz a következő küldetésünkért. Hát lassan amúgy akkorában vagyunk, hogy nem is fogok szóbálni senkivel sem. Még a saját tükörképemmel sem majd tudjátok, de ne! A következő küldetésünk konkrétan az, hogy le kell húznunk az igazgatónak a nadrágját. Hát az mondjuk baj, de hát itt is van az igazgató, illetve itt van a nadrágja is. És én le is húzom, és kajakra szívecskés alsógatya volt rajta. Futi, 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 futi! Nagyon is követ minket az igazgató, de én sikeresen el fogok előle menekülni. Hát nem igaz, hogy az öreg kopasz még mindig nem rugott ki minket. Itt vagyok, igazgató bá. Vagy hogyha te nem rúgsz ki minket, akkor majd kirúglak én! Bocsi! Mit csinál amúgy ez a nyíl? Ja, hogy ezt? Ugyanis ezt még sohasem használtam. Na várjatok csak, a fényes fejére kéne céloznunk. Ne! Előtte, mellette. Na de még egy lövés. De nem, már! Kellett nekem itt arcoskodnom össze-vissza. Hát tanulószobára lettünk küldve. Nem probléma. Mi innen is szépen kiszabadulunk. És jövök is akkor a következő küldetésért. Itt pedig valami eső totemekkel kell nekünk esőt idézni. Hát ez eléggé betegül hangzik, de vajon akkor ezek a totemek az iskola területén belül vannak? Hát úgy fest nekem, hogy nem. Szóval akkor jöjjünk is ki innen, és az miért lesz jó nekünk, hogyha esőt intézünk, már nem azért. Kit fogunk ezzel megprenkelni? Vagy lehetséges, hogy az iskola területén belül van? Hát ez hamarosan ki fog derülni, ugyanis ott van nekünk a sárga nyilunk, és mi ahol sárga nyilat látunk, oda nagyon is megyünk, de ki az a beteg környékbeli, akinek random így totemek vannak az otthonában? Már nem azért, de hát akkor ezek szerint ennek a háznak a tulajának, hát figyúzzatok nekik a nevét a postaládáról, én nagyon is le fogom olvasni, és akkor nem fogok az ő gyerekükkel szórakozni. Na de itt van nekünk ez a kevéske pénzecske, szóval ezt fel is vettem. De kajakra, mi most mit műveltünk? És neked miért van egy ilyen az otthonodban? Ráadásul még gyertyák is voltak. Körülötte ne csináljátok!
az egész várost most akkor teljesen eláztattuk, és árvíz van. Hát tisztára Magyarország! És mindenki akkor már itt a víz alatt úszkál, itt pedig a sportpályáknál van már nekünk egy cápa is, meg minden, hát ez a nem mindegy, ezt intézte az elek. Hát kellett az igazgatónak nem kirúgnia minket. Én még sok fejfájást fogok ám tudni intézni. Azt elhihetitek. De mi beteg lenne, hogy a kajakra így kéne iskolába menni, vagy valami. Na de én már úszok is akkor a rossz srácokhoz, és valahogy akkor próbálok oda találni, de nagyon para! Azt hittem, hogy rajta még búvár szemüveg is van, de szerintem nem. Hanem amúgy alapból szemüveges volt a tag. Hát az árvízünk már meg is szűnt, szóval én fel is veszem akkor a következő küldetésünket. Egyszerűen el nem bírom képzelni, hogy még milyen beteg dolgok lesznek itt. Az igazgatónak ugye az előző kocsiját nagyon is felgyújtottuk, de végre valahára beszerzett magának egy újabb autót, mi pedig ezt most el fogjuk kötni, és bizony, elvisszük a roncstelepre. Hát az mondjuk baj, de hát kellett neked ekte ugyanolyan autót venned, mint amúgy a többi tanár. Mit csinálunk itt általános iskolában? Hát persze, hogy kocsit lopunk. Na de valahol én már láttam roncstelepet, most már csak az a kérdés, hogy mégis merre fele lehetett. Kíváncsi leszek majd az igazgató fejére, amikor is rájön, hogy mégis az elek itt már megint mit intézett, de előtte tudjátok, intézünk neki egy gyors hajtáscsekket. Hogy majd még azt is ki kelljen fizetnie, meg még jobban összetörjük az autóját. De hát figyúzzatok, hogyha kajakra itt befogjuk a roncstelepen rommá zúzni, akkor neki már úgyis mindegy, és akkor ezt a gépet is mi vezethetjük, jó. És be tudom így mágnesezni az autóját. Ne! Hát de mi lenne akkor, hogyha amúgy simán egy medencébe is beledobnám. De mi ez az új cucc, ami most megnyílt nekünk? Ugyanis valamit nagyon is kaptunk, na de én nagyon komoly vezetési tudással innen szépen ki is jövök, csak az a baj, hogy full tükör az egész irányításunk. Hát de csak berakom ezt az autót valakinek így a kertjébe. Mondjuk így, ja, de nem tudom elengedni vele. Na mindegy is, akkor hagyjuk ezt így. Még a roncstelepnek is okozunk itt anyagi károkat, nem csak az iskoláknak, a tanárjainak, hát ilyenek vagyunk. Hát önmagunk szórakoztatása érdekében egyszerűen mindent bevetünk, és milyen komolyat ugrottam ott le a lépcsőről. Na de szerintem most fog jönni az utolsó küldetésünk. Ezen a napon most már tűzijátékoznunk kéne, méghozzá az edző felé. És akkor itt is van az edző, itt pedig a tűzijátékunk. Kedves edzőbe, úgyis jó kondiban van. Szóval akkor itt az ideje, hogy fusson. Futi, 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 nekünk is kéne, de hát szerencsére nem, ugyanis lezárult a negyedik napunk. Rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis mi írhatott most meg nekünk. Szóval majd ezt a következő részben ki fogjuk deríteni. Hogyha bejött nektek ez a videó és szeretnétek folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!